Lilkó, hetekkel ezelőtt megsérült a kezed, és csúnyán megsérült. Akkor az orvosok úgy látták, hogy hosszabb idő után vissza tudsz térni a versenybe, 2-3 hét, és újra versenyezni tudsz. Azóta folyamatosan felülvizsgálják a kezed állapotát, és hát nem gyógyult abban az ütemben, ahogy ezt elvártuk. Legutoljára tegnap előtt nézték meg tüzetesen, és összeült egy orvosi konzílium. Amely végül is a kezed jelenlegi állapota okán azt mondta, hogy ez már biztos nem fog meggyógyulni az exatlon végéig. Azaz, számodra itt befejeződik ez az út. A mai napon. Szeretném megköszönni ezt a csodálatos kalandot, amit itt megélhettem. Rengeteget tanultam tőled, a kihívóktól, a bajnok csapattól, és magától a versenytől. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sajnálom azt, hogy most úgy kell innen kisétáljak, hogy nem küzdhettem egy utolsó nagyot, és hogy nem egy méltó ellenfél, hanem a sérülésem győzött le. Megpróbálok most nem pityeregni, bár mindenki tudja, hogy én milyen érzékeny vagyok, de egy verseny végén sírni csak a győztesnek szabad. Így próbálok most egy picit erős maradni. Nem tudom, hogy sikerülni fog. Sikerül. Kicsi lány. Csodálatos napok, csodálatos harcok. 89 versenynap. A világ talán legkeményebb és leghosszabb maratoni megpróbáltatásán. Hidd el, mindannyian láttuk, mindannyian tudjuk, akik ezt megéljük, hogy ez szinte egy lehetetlen küldetés. És ugyanazt tudom mondani neked, amit ugyanezen a pályán mondtam Francinak. Te már győztél. Köszönöm. Köszönjük, hogy követtek minket. Ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt és itt tudtok jelentkezni.